Ahogy a felvételeken is látszik, jól halad a termálfürdő építése. A munkálatok tempója feszített, és még szinte valamennyi szakma képviselője dolgozik azon, hogy időre elkészüljön az objektum. A termál fedett része a kiúszó medencével együtt közel 500 négyzetméteres vízfelülettel fog rendelkezni, de e között a rész, illetve az úszoda között átjárási lehetőséget alakítanak ki. Kovács Antal vezérigazgatótól megtudtuk, a termálfürdőhöz zárt termálkert is tartozik, mely azonban csak a nyáron fog igazi funkciót kapni. Különlegessége lesz a komplexumnak a csőcsúszda is, mely valószínűleg a többi élményelem mellett számos kellemes percet fog nyújtani a fürdőzőknek. Népdalcsokrot énekeltek az erkeles diákok és pedagógusok a zenei világnapon a város több pontján, ezzel hívva fel a figyelmet a muzsika szépségére, az értékek megőrzésére. 1975-ben Yehudi Menuhin nyitotta útjára a jeles kezdeményezést, melynek kapcsán azóta is zene szól az utcákon, köztereken, hangversenytermekben. A Bartók Béla Zeneiskola tanulói a nyári zenetáborban összeállított repertoárt mutatták be a közönségnek. A zenevilágnapjának pápai rendezvényeit a gyermekek után a Magyar Klarinét Együttes koncertje zárta a Bartók Béla Zeneiskola hangversenytermében. Az útterület, a járdafelület és az útszegélyek felújítása mellett az Ányospál utcánál forgalomlassítót is kialakítottak. Emellett egyes szakaszokon szélesítették a járdákat. Az Árok utca felújítása kapcsolódik a belváros rekonstrukciójához. Az utca felújítását indokolta az is, hogy az elmúlt években társasházak épültek itt, átadták a református püspöki hivatalt, és átalakításon esett át az evangélikus általános iskola. Ezek a beruházások maguk után vonták a nagyobb gépjármű és gyalogos forgalmat. Az Árok utcát tegnap adták át ünnepélyes keretek közt, a városi képviselőtestületi ülés részeként.